Élesen bírálják a közösségi médiában a francia DJ-t, Martin Solveigt, amiért az Aranylabda hétfő esti díjátadó ünnepségén azt kérdezte a női győztestől, hogy tud-e twerkelni. A női aranylabdát első ízben ítélték oda. Az Olympique Lyonnais 23 éves norvég csatára azt mondta, nem vette rossz néven a kérdést. Egy kicsit táncoltunk, elnyertem az aranylabdát, ez a legfontosabb. Ünnepeltem, nem vettem rossz néven. Ugyanakkor kérdezhetett volna valami mást, mint például, hogy milyen érzés, hogy én kaptam az aranylabdát, valami olyat, ami jobban kapcsolódik a futballhoz, ami sokkal érdekesebb lett volna. Amikor Solveig feltette a kérdést a focistának, az nem tűnt túl boldognak. Hegerberg éppen előtte tartott beszédet arról, hogy reméli, segít abban a fiatal lányoknak, hogy higgyenek magukban. A focista végül mégis táncolt a DJ-vel egy Frank Sinatra számra. A világhírű Solveig Twitterre posztolt videóban kért bocsánatot a történtekért, mondván, rossz vicc volt részéről a kérdés. Azt is megemlíti, hogy ezek szerint nem érti meg elég jól az angol kultúrát. Ada Hegerberg és az Olympique Lyonnais le akarják zárni ezt a fejezetet, mondja tudósítónk. Az egyetlen, amire vágynak, hogy ezt a történelmi pillanatot ünnepeljék. Szerdán a Lyon és Rennes közötti meccs előtt, amely itt lesz a lyoni Groupama stadionban, Ada Hegerberg annak a mintegy 45 ezer embernek fogja felajánlani a díjat, akik által áttörést ért el a női futball.